Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Dránovics Kilián Barbara vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Vigyázzunk a gyertyák gyújtásával a temetőkben. Ünnepi rend a pécsi sírkertekben. Játékok, fejlesztés, nemzetközi siker. Két új DNS játékot dobott piacra az egyetem. Arcfestés, tökfaragás, bál. Így zárták az októbert a Zsolnai negyedben. Finnországi író-olvasó találkozó képekben. Klubest a Pécsi Magyar Finn Társaságnál. Hosszabbított nyitvatartással várja az emlékezőket a pécsi központi temető Minden Szentek és Halottak napján, valamint egész hétvégén. Azonban az üzemeltetők azt kérik, hogy körültekintően helyezzék el a mécseseket, gyertyákat a sírokon a látogatók, így megelőzve a tűzesetek kialakulását. A temetőben kis busszal tudnak majd közlekedni azok, akiknek nehezére esik a sétálás. Mécsesek, virágok, koszorúk a pécsi központi temető sírjain ezeken a korábbi felvételeken, Minden Szentek és Halottak napján jelentősen megnő a látogatók száma. Ezért a pécsi sírkert üzemeltetője arra kéri az emlékezőket, hogy ilyenkor körültekintően rendezzék el a szeretteik nyughelyén a kihelyezett kellékeket. Az emlékezés meghittsége és zavartalansága közös érdekünk, ezért arra kérjük a tisztelt temető látogatókat, hogy a sírgondozásból megmaradt hulladékot minden esetben a parcellák mellett található gyűjtőbe helyezzék el. Arra is kérünk mindenkit, hogy a gyertyákat majd körültekintően helyezzék ki, hogy azok nehogy tüzet okozhassanak. Fontos információ, hogy november 1-e és 3-a között elektromos kisautókkal biztosítjuk majd a temetőn belüli könnyebb közlekedést. Sokan érkeznek ilyenkor gépjárművel a temetőhöz, ezért figyelnek a fenntartók a parkolási lehetőség biztosítására. Új területek állnak az autók rendelkezésére az ünnepek alatt. Fontos információ még, hogy október 28-a és november 3-a között a Nagy Árpádi útról megközelíthető temető bővítési területén ingyenes parkolási lehetőséget biztosítunk. Arra is felhívnám a figyelmet, hogy a temetőbe személygépjárművel csak a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők hajthatnak be november 1-én és 2-án. Ezen kívül fontos lehet még, hogy a hosszú hétvégén, tehát péntektől vasárnapig reggel 9-től 16 óráig ügyeleti szolgálatot tartunk a Siklósi út 43-as szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban. Ez az ügyfélszolgálati iroda a központi temető területén az igazgatási épületben található. A nyitvatartási rend is változik a megemlékezők igényeihez igazodva. A temető november 9-éig 6 és 20 óra között látogatható minden nap. További fontos információkat a Minden Szentek és Halottak napjával kapcsolatban a pécsi köztemető weboldalán olvashatnak az érdeklődők. A pécsi köztemető Minden Szentek és Halottak napi ünnepi műsortart november 1-én, pénteken 16 órától a ravatalozó előtti téren. Ez különleges esemény lesz idén, hiszen a temető fennállásának 120. évfordulóját ünneplik. Logikai és matematikai készségek fejlesztése társasjátékokon keresztül. Ezeket alkotta a DNS professzor, amikből most újabb két társas került forgalomba a Pécsi Egyetem kiadásában. A játékokat idén nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is bemutatták. Hogy íme itt van, Közép-Európa. Ez a két újabb társasjáték került kiadásra a Pécsi Egyetem közreműködésével. Az Abrakadabra és az Igaz Gyöngyök a logikai készségek fejlesztését, a matematika élményszerű oktatását segítik. Rendkívül fontos, hogy olyan játékokkal jelenjünk meg a világ előtt, amely játékok a gyermekek mindennapi élményvilágát és tanulási élményeit egybe kapcsolják. Ugye a reformpedagógiák egyik legfontosabb elve, a folyamatosság elv, hogy ne legyen törés a gyermekek mindennapi és iskolai élményei között. A játék pontosan ezt a folyamatosságot teremti meg. Nem csak a matematikai gondolkodás vagy a logikai képességek megerősítése terén, más területeken is, például a környezeti nevelés világában is nagyon praktikus lehet, és megkerülhetetlen. A játékpedagógia, a gamifikált játék, elméletek, modellek ma már megkerülhetetlen elemei az oktatásnak, nevelésnek. Ezek a játékok azonban nem csak az iskolai oktatás keretei között segítik a gyerekek fejlődését. Egyértelműen bizonyítja a gyakorlat, hogy mind a családoknál, mind az iskolában jó helye van ennek a játéknak. Imádják otthon családi programként is működtetni, és imádják maguk a
pedagógusok is. Elsősorban amiatt, mert értik, hogyan kell ezeket a játékokat működtetni, tehát a játékok mellé ingyenes tanfolyamokat, továbbképzéseket kínálunk. Másfelől pedig látják, hogy a gyermekek mennyire lelkesek, mennyire jól ráhangolhatók az olyan elvont ismeretek elsajátítására is, mint amilyen például a matematikai tudás. Figyeltek arra, hogy a lehető legtöbb helyre eljussanak ezek a játékok, mondja a dékán. Ajándékcsomagokként ajánlották fel a hazai iskoláknak. A pedagógusoknak pedig olyan képzéseket biztosít a Pécsi Egyetem, amivel segítik az alkalmazásukat a mindennapi oktatásban. Az oktatójátékokat megismertették a tengeren túlon is. Ez egy olyan innováció, ami egyrésztről segíti a nemzetközi megjelenésünket, hiszen már Kanadában, az Egyesült Államokban volt bemutatója, workshopon vett részt, ugyanakkor elősegíti egy reformpedagógiai módszert, annak a kidolgozását, vagy logika fejlesztését a gyermekeknél, viszont egy olyan innováció is, ami a Pécsi Egyetemi Ökoszisztémában egy egészen új lehetőségként jelenik meg. Így én azt gondolom, hogy ezzel, hogy ezt a játékot létrehozták, egy új szintre lépett a Pécsi Tudományegyetem megjelenése is, nem csak a régióban, hanem Európában és globális szinten is. Fontos törekvés, hogy a határon túli magyar iskolákba is eljuttassák az oktatójátékokat, hangzott el a bemutatón. Az újabb két társas már kereskedelmi forgalomban is kapható. A játékokat egyébként Dienes Zoltán, a magyar származású matematikus pedagógus fejlesztette ki. Rövid híreink következnek. Minden szentekkor változik a vonatok, a buszok közlekedési rendje is. November 1-én a kegyeleti ünnep alkalmából a boltok, bevásárló központok többsége is zárva lesz. Szombaton és vasárnap általánosan a hétvégén megszokott rend szerint zajlik tovább az élet. A szabályozás szerint a 200 négyzetméternél kisebb boltok, amelyekben a tulajdonos dolgozik, nyitva lehetnek. Az orvosi ügyeletekről, ügyeletes gyógyszertárak nyitvatartásáról érdemes az interneten tájékozódni. A MÁV tájékoztatása alapján november 1-én a szombati, másodikán az ünnepnapi menetrend érvényes a vasúton. A helyközi autóbuszjáratok november 1-én munkaszüneti napon, november 2-án szabad napon érvényes menetrend szerint közlekednek. Több ponton is változott október 24-től a fegyvertartás részletszabályait kibontó kormányrendelet, aminek köszönhetően a szakmai és érdekképviseleti szervezetek szerint számos tekintetben észszerűbbé, egyszerűbbé válik a jogszabályi környezet. A többi között a lőszertöltést, a lőfegyver és a lőszertárolás, illetve az ifjúsági vadászat szabályozása is változott. A módosítás alapján a hivatásos vadászok is könnyen szerezhetnek meg és tarthatnak hangtompítót. Továbbá az ifjúsági vadászoknak nem kell külön hatósági fegyvervizsgát tenniük. Idén is izgalmas programokkal készültek Halloween alkalmából a Zsolnai Kulturális Negyedben. Gyerekek és felnőttek egyaránt találtak érdekes elfoglaltságot. Délelőtt a kicsiket várták arcfestéssel, tökfaragással és jelmezkészítéssel, a nap második felében pedig egy hátborzongató programon vehettek részt a felnőttek. Ezek a szemek azok nehezek lesznek így most. Franciaországból érkezett ez a két fiú a Magyarországon élő nagymamájukhoz. Ő hozta el őket a halloweeni programsorozatra a Pécsi Zsolnai Központba. A nagymama elmondta, a gyerekek szívesen vettek részt a programokon. Franciaországból érkeztek, és hát ugye ott is nagy hagyománya van nyilván a Halloweennak, de most itt Magyarországon fogják megalkotni ezt a művet. Hát sajnos nem vettek részt a kalapkészítésben és a palásban, ők a tökfaragást preferálják inkább, úgyhogy most azon dolgozunk, és hát nem tudom, hogy lesz rá mód, de nagyon szeretném hazavinni, ugyanis holnap hajnalba indulnak vissza, és hát este még szeretnénk egy kis lámpást belerakni, hogy élvezzék még a művüket. A nap első felében a gyerekeket várták a kulturális negyedbe. A tökfaragás mellett arcfestésen, jelmezkészítésen, izgalmas előadásokon vehettek részt.
A programok között pedig a Zsolnai negyedet is felfedezhették. Szinte egész napos Halloween-nel várjuk az érdeklődőket itt a Zsolnai kulturális negyedben. Délelőtt és kora délután elsősorban a gyerekekre gondoltunk. A legnépszerűbb az, ahogy látjuk is, a tökfarakás, ahol mindenki egy egyedi, saját maga által gyártott kis töklámpást készíthet, amihez az eszközöket és a szakértő segítséget mi adjuk. Valamint zajlik arcfestés is, ahol ijesztő, játékos, különleges, különféle arcfestékeket kaphatnak a gyerekek, egy másik helyszínen pedig jelmezeket készíthetünk közösen. Felnőtteknek szóló bátorság próbával is készültek Rémálom az üvegházban címmel. A látogatás során olvasmányaink, filmes élményeink, rémálmaink lidérces helyszínei és szereplői elevenednek meg. Hogyha vége a gyerekprogramoknak, akkor érkeznek a felnőtteknek szóló Halloween programok, az egyik a Rémálom az üvegházban. Ez egy borszongató túra, egy ilyen misztikus helyen, ahol a rémálmaink és a horrorfilmekből ismert helyszínek, látnivalók elevenednek meg. Ez egy felnőtteknek szóló rémészgető program. Este pedig egy szuper Halloween partira várunk mindenkit, DJ Venommal és DJ Turnerrel. Ráadásul, aki jelmezben érkezik, az ajándékoktól is kap. A nap Halloween tematikájú partival ért véget. Ezen a jelmezbe öltözött vendégeket ajándékokkal várták. Több írói-olvasói találkozón is részt vett Méhes Károly író-fotográfus a Helsinki Liszt Intézetben. Tapasztalatait képes bemutató formájában osztotta meg a Pécsi Magyar Finn Társaság legutóbbi klubestjén. Az eseményen jelen volt az idén 20 éves Finnország tiszteletbeli konzulátusának konzulja Kator György is. A Helsinki Magyar Kulturális Intézet felkérésére készített a Forma 1-es filmpilótákról egy kiállítást Méhes Károly író-fotográfus. Mivel ez még a Covid ideje alatt történt, ezért egy online kiállítás készült erről a témáról. Mindez pedig az intézet honlapjára kellett feltenni. Az író-fotográfus tapasztalatait a Pécsi Magyar Finn Társaság klubestjén osztotta meg a hallgatósággal. Tavaly valamikor így az év vége felé felvetették, hogy nekik van egy lehetőségük arra, hogy Tampere mellett egy rezidens otthonba vagy rezidens házba delegálhatnak minden évben magyar művészeket, és hogy rám gondoltak ennek örömére. És ugye akkor ez egy nagyon hízelgő, meg megtisztelő felkérés volt, úgyhogy azt mondtam, hogy miért is ne. Sose voltam Finnországban, mondom különösebben, nem éreztem magam olyan értelemben vonzódást nem éreztem Finnország iránt, de hát nagyon kellemesen csalódtam benne, és egyáltalán nem bánom, hogy ott jártunk. Méhes Károly kintartózkodása alatt járt Lahtiban, Tamperében, Helsinkiben, Turkuban, Poriban és kisebb helyeket is meglátogatott. A Forma egy több helyszíre is elkísérte, visszatérő téma volt. A Helsinkibe való fellépés az megint a Forma 1-jel volt kapcsolatos érdekes módon, mert nekik van egy ismerősük ott, vagy már régebbi barátjuk, akik egy ilyen magatartás és viselkedéstudományi intézetben dolgozik, és többek között az autóversenyzőknek a pszichéjét és elmeállapotát vizsgálja, és ővel ültettek engem egy asztalhoz, ugye ő mondta a tudományt, meg az ilyen elméleti dolgokat, én meg egy kicsit meséltem arról, hogy milyen a Forma egy világa belülről. A vetítéssel egybekötött úti élménybeszámolón jelen volt az idén 20 éves Finnország tiszteletbeli konzulátusának konzulja Kator György is. A 20 év alatt nagyon sok esemény történt. Mindig nehéz kiemelni a legérdekesebbet. Választások idején mindig az jut elsőnek eszembe, hogy annak idején a mi irodánkban, konzulátusunkon is lehetett szavazni. Tehát a finnek, akik itt tartózkodtak, akár turistaként is, bejöttek és leadták a voksukat. Hát ezt így belegondolva, hogyha egy magyar csoport Bécsbe bóklászik, nem hiszem, hogy megkeresi a magyar nagykövetséget, hogy leadja a voksát, de a finnek ezt kötelezőnek érezték és megtették. Aztán az első időszakban az Elkotek működése alatt ugye sok finn vezető munkás volt a városban, többen hagyták el az irataikat, néha egy-egy mámoros éjszaka után, amiben tudtunk segíteni, mert abban az időben még közjegyzői feladatokat is elláttam. Most már az EU-s csatlakozás óta erre nincs nagy szükség. A Pécsi Magyar Finn Társaság további programjairól Facebook oldalukon értesülhetnek az érteklődők. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót.
A szennyezés mentesítéssel és a rekultivációval megkezdődött az egykori pécsi Zrínyi Miklós, közismert nevén Áper laktanya hasznosítása. A munkát egy tapasztalt helyi építőipari vállalkozás végzi. A tervek szerint iparvállalatok települnek rövidesen a régóta elhanyagolt, de remek adottságokkal rendelkező ingatlanba. A Baranya vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság felvételt tart beosztott tűzoltói és gépjárművezetői beosztásba. A beosztás betöltésének feltételei magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, 18 és 55 év közötti életkor, állandó belföldi lakóhely, középfokú állami iskolai végzettség. A beosztás ellátásához szükséges egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság, kifogástalan életvitel. Előnyt jelent a C-kategóriás vezetői engedély. A régió híreivel folytatjuk. Helyszínt bejárásokon és gazdafórumon tájékozódott a Somogyi Mezőgazdaság és Élelmiszeripar helyzetéről Nobilis Márton. Az élelmiszeriparért és kereskedelem politikáért felelős államtitkár vármegyei látogatásán kiemelte, a kormányzat elkötelezett az agrárium és az ágazat támogatása mellett. Ilyen hatalmas medencékben nevelik az afrikai harcsát a Balaton-szabadi határában működő Pelzofis ZRT telepén. A 2023 óta termelő cég a helyi gazdaságot és munkaerőpiacot is erősíti. A filézett halakat elsősorban hazai piacon értékesítik. Éves szinten ebben a telepen nagyságrendileg ilyen 1000-1200 tonna élőhalat állítunk elő, amit aztán feldolgozva szállítunk a vevőinknek, körülbelül ennek a 40%-át filé formátumnak. A Balaton-szabadi halnevelő és feldolgozó üzemben tett látogatást Nobilis Márton élelmiszeriparért és kereskedelem politikáért felelős államtitkár, aki mint a bejáráson elmondta, a létesítményben a környezet megóvására is figyelnek, ez pedig a fenntarthatóság szempontjából is példaértékű. Bálákkal megrakodva érkezik ez a pótkocsis traktor az andocsi mezőgazdasági telepre, nem csak növénytermesztéssel, hanem gabona nagykereskedelemmel és mezőgazdasági szolgáltatással is foglalkoznak itt. Mint a cég ügyvezetője elmondta, az agrárium minden változását, nehézségét megérzik. Az ukrán háború óta a különböző problémák jönnek elő, a gabonáknál főleg, input anyagoknak gázemelkedés, minden, és hát most meg jön az Európai Unióban lévő harc a támogatásokért, hogy egyáltalán megmaradjon, mire adnak, tehát ez a probléma áll most fent. Az andocsi mezőgazdasági Kft.-be is ellátogatott Nobilis Márton, aki ezt követően gazdafórumon is tájékozódott a Somogyi Mezőgazdaság és Élelmiszeripar helyzetéről, valamint beszélt arról a különbségről, ami az Unió és a magyar kormányzat agrárpolitikáját jellemzi. Az Unió az folyamatosan úgy gondolkodik, hogy meg kell büntetni Magyarországot és meg kell büntetni a magyar gazdákat. Ők úgy gondolkoznak, hogy attól lesz versenyképes Európa, hogyha külföldről, Ukrajnából hozunk be például gabonát, mi ebben nem engedünk. Ebben egyébként vannak szövetségeseink is, meglepően a lengyelek, a szlovákok, a románok és a bolgárok is szövetségesként állnak hozzánk, hiszen pontosan tudjuk, hogy a magyar és a környező országok gazdái akkor tudnak jól működni, hogyha az európai piacon meg tudnak élni. Mi ezt hangoztatjuk az Unióban. Az Unióban mindig úgy gondolkodnak, hogy Ukrajnát kell támogatni minden áron, az európai gazdák árán is, mi ebből nem fogunk engedni. Az EU szakbizottsága a közelmúltban készített egy tanulmányt, amelyben főként zöld szervezetek véleményét kérdezték. Összegzésként azt vonták le, hogy a legnagyobb klímavédelmi problémákat az európai mezőgazdaság okozza. Erről Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke beszélt. Mint hozzátette, ezen kijelentések miatt petíciót indítottak. Ebben a tanulmányban leírt dolgok egyszerűen egy szlogengyűjtemény, jelmondatokat pufogtatnak, hangoztatnak, ahol próbálják az embereket a húsfogyasztásról leszoktatni, érzékenyíteni, illetve szeretnék az agrártámogatásokat, a jogosan a gazdálkodóknak járó agrártámogatásokat elvonni.
A kormányzat elkötelezett az agrárium és az ágazat támogatása mellett, erről is beszélt Andocson Nobilis Márton. Az államtitkár kiemelte, elindult egy új támogatási rendszer, amelyben kis és nagyobb élelmiszeripari vállalkozások is igényelhetnek forrást. Nagyságuktól függően maximum 200 millió, illetve 5 milliárd forint értékben. Kis élelmiszeripari pályázatot több mint 50 milliárdnyi támogatás igény jött be, a nagy élelmiszeripari pályázat pedig több mint 600 milliárd forintnyi támogatás igény jött be. Én úgy látom, hogy van éhség, csúnya szóval fogalmazva arra, van kereslet, hogy új pályázatokat elkezdjünk, indítsunk, a gazdák a támogatásukat megkapassák, hiszen ebből tudják tervezni a jövőt, ebből tudják letenni a jövő mezőgazdaságának az alapját, és ami számomra a legfontosabb, hiszen ez a feladatom, a jövő élelmiszeriparát megteremteni. Mint az Andocsi Gazda Fórumon elhangzott, a kidolgozás alatt álló új versenyképes járások program is támogatási lehetőséget kínál majd a vidék számára. Október a merrák elleni küzdelem hónapja. A Tolna vármegyei kormányhivatal, Szekszárd megyei jogú város önkormányzata, a Tolna vármegyei Balassa János kórház, illetve számos civil és sportszervezet figyelemfelhívó sétát szervezett a merrák megelőzéséért Szekszárdon. A cél, hogy népszerűsítsék az emlőszűrés fontosságát. A Covid óta lényegesen megnövekedett az emlődaganatban szenvedő betegek száma a Tolna vármegyében. Összefogással a merrák ellen. Ezzel a feliratú molinóval vonultak Szekszárd utcáin az emberek, hogy népszerűsítsék az emlőszűrés fontosságát. Tolna vármegyében általában évente 150 beteget diagnosztizálnak emlődaganattal. Amiből sajnos 40-50 halálesettel végződik, ami nem csak magáról a betegről van itt szó, az esetek többségében, hiszen nőkről beszélünk, emlőrákról beszélünk, mindenkinek általában van vagy kisgyermeke, gyereke, vagy unokája. Tehát nem csak magát a beteget sújtja ez az esemény, hanem a környezetében lévő embereket is, úgyhogy sokkal fontosabb problémáról van szó, mint ahogy ezt első rátekintésre gondolná az ember, de ami a legeslegfontosabb, hogy ez a betegség, ez megelőzhető. A harc ezzel a betegséggel eredményesen felvehető, elsősorban a mammográfiás vizsgálat miatt, hiszen ez már korai stádiumban kimutatja, ha valakinek daganatos elváltozása van az emlőben. A sétafő üzenetét nem győzöm elégszer hangsúlyozni, ami az lenne, hogy minden 45 és 65 év közötti hölgy vegye igénybe két évente a részére biztosított térítésmentes mammográfiás szűrővizsgálatot itt Tolna vármegyében a Szekszárdi Szűrőcentrumba bejelentkezve. Meghívó levelet kap központilag erre, de ha valaki valami miatt nem kapna, akkor is éljen ezzel a lehetőséggel. És hogyha valakinek a családjában előfordult merrákos megbetegedés, vagy esetleg magán valamilyen panasz tünetet észlel, akkor életkorától függetlenül is azonnal menjen el a szűrővizsgálatra. A séta a Garai téren ért véget, ahol lehetőség volt állapotfelmérésre is. Nálunk elég sokan voltak, mert mi írtunk itt jelenlétévet, és a mi papírunk az megtelt, úgyhogy mi elégedettek vagyunk, hogy a standunkat elegen meglátogatták. A rendszeres emlő önvizsgálat is nagyon fontos, hiszen már a fiatalok körében is megjelenik ez a kor, így kellőképpen oda kell figyelnünk testünk jelzéseire. Mire kell odafigyelnünk, amikor hozzáértés nélkül szeretnénk a családi asztalra tenni a saját kezileg szedett gombát? A szekszárdi piacra látogattunk el stábunkkal, ahol Mészáros István, gombaszak ellenőr, ismertette a szabadban szedett gombafajokat és azok lehetséges veszélyeit. És akkor várunk egy fél percet, hogyha sárgul, akkor karbolos csiperke, ha nem sárgul, akkor ehető. Mészáros István 3-4 éve tevékenykedik gombaszak ellenőrként. Gyermekkora óta járta az erdőket édesapjával, aki méhészkedett, István bácsi azonban a gombák szerelmese lett. Mindenfajta gombát ismer, így mindig megtalálható a szekszárdi piacon, ahol ingyen megvizsgálja az általunk szedett gombákat. Az egyik meghatározó bélyeg a talajtípus, a termőhely, tehát hogy fántermet, mezőntermet, vagy az erdő kellős közepén. És ha ezek így együtt vannak, akkor már egy hozzáértő elég nagy biztonsággal meg tudja mondani, hogy fogyasztható, vagy nem alkalmas emberi fogyasztásra.
Az idei évben nem igazán jellemző a mérges gomba. Most nagy tömegben terem a gyűrűs tuskógomba, az 20 percig kell főzni. Tehát erre kell odafigyelni, mert különböző az érzékenysége az emberi szervezetnek, és ha ez a főzési idő nincs betartva, akkor gyomorrontási tünetek jelentkezhetnek. Amelyik gomba fánterem, az nem mérgező. Ezt a tévhitet szeretné eloszlatni a szakember. A fahéj színű taplógomba, az például mérgező. De úgy kell annak, aki megeszi, tehát az nagyon kemény. De többnyire, tehát a gyűrűs tuskógomba is mérgező, és az is fánterem, élőn és elhalton. Ha nem tartjuk be a főzési időt, akkor az is mérgező tud lenni. Találkoztunk olyannal is, aki a biztos meggyőződés ellenére is elvitte a termést bevizsgáltatni. A menyem az úgy elég jól ért a gombákhoz, de az a biztos, hogyha a gomba szakértő megnézi, úgyhogy ezért hoztam el most ide bevizsgáltatni. És mi lett a vizsgálatnak az eredménye? A vizsgálat eredménye szekszárdi csiperke gomba, amit az úr azt mondta, hogy régen nagyon-nagyon sok termett, és teljesen jó étkezésre alkalmas. Aki gyűjt, és nincsen előtanulmánya vagy tapasztalata, az mindig mutassa meg szakértőnek a gombát, hogy a mérgezés elkerülhető legyen. Gyilkos galóca, fenyősisak gomba, pókhálós gomba, ami kicsi, ártatlannak látszik, mégis veszélyes. A mérgezés tünetei 3 hét múlva jelennek meg először. Szánjunk időt a bevizsgáltatásra, mielőtt a családi asztalra kerülne az étel. Híradónk végén baranyai témáink, még egyszer röviden. Vigyázzunk a gyertyák gyújtásával a temetőkben, ünnepi rend a pécsi sírkertekben. Játékok, fejlesztés, nemzetközi siker. 2 új DNS játékot dobott piacra az egyetem. Arcfestés, tökfaragás, bál. Így zárták az októbert a Zsolnai negyedben. Finnországi író-olvasó találkozó képekben. Klubest a Pécsi Magyar Finn Társaságnál. A péntek reggeli pára és ködfeloszlás után több-kevesebb napsütésre szinte mindenhol számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, de a ködös tájakon köcitálás előfordulhat a hajnali, reggeli órákban. Északon, északkeleten helyenként megélénkül a nyugati-délnyugati szél. A hajnali 3 és 9 fokot követően délutánra 13 és 19 fok közé melegszik a levegő. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!